A mostani videóban azt fogjuk megnézni, hogy melyik a máj számára a 7 legkárosabb tömegesen elterjedt étel, illetve étel összetevő. Szeretettel köszöntök mindenkit! A bőrünk tükrözi a májunk állapotát, azaz ha a májunkkal gondok vannak, a bőrünk nem fog túl jól kinézni. A májnak sok feladata közül az egyik legfontosabb nem a méreganyagokat tárolni, hanem a mérgező anyagokat, vegyületeket ártalmatlanná alakítani át. Az első étel összetevő, ami komoly romboló hatást fejt ki a májra, a szójafehérje izolátum, amit ugye nagy mennyiségben sok testépítő, sportoló használ, megtaláljuk a diétásékekben, porokban, fehérjeszeletekben, vegetáriánus ételekben is. Amikor a szójából izolálják, azaz elkülönítik a fehérjét, rengeteg vegyszert használnak, többek között hexánt, ez egy kőolaj származék, ami a szervezetünkben lényegében idegméregként működik, és komoly romboló hatást fejt ki a májra is. Akkor tűnik ki igazán a szójafehérje negatív hatása, ha valaki hosszabb ideig magas fehérjetartalmú diétát folytat, mert ilyenkor a különböző magas fehérjetartalmú feldolgozott ételekkel ugye elkerülhetetlenül sokat fogyaszt belőle. A következő a magas fruktóztartalmú ételek, melyek között kiemelten nagy terhet raknak a májra a szirupok, például a kukoricaszirup, az agavészirup, a gyümölcslevek többsége, a soft italok, például a szénsavas édes italok többsége, illetve az aszalt és a szárított gyümölcsök. A glükózt, amikor elfogyasztjuk, például egy szelet gabona kenyérből ugye ez lesz, azt az összes sejtünk fel tudja használni energiaként, míg a fruktózt csak a máj, tehát csak a máj tudja lényegében feldolgozni. Például a sima kristálycukornak a fele fruktóz, a másik fele glükóz, azért amikor elfogyasztjuk bármilyen ételben, a fele fruktóz az egy az egyben a májra terhelődik, míg a másik fele, ami glükóz, az az egész testünkre. Tehát sokkal kisebb terhet jelent a fruktózhoz képest. Ha olyan ételt fogyasztunk, amiben van kevés fruktóz, de van mellé elegendő glükóz, a glükóz javítani tudja a fruktóz bélből történő felszívódását, azonban ha sokkal több a fruktóz a glükózhoz képest, a fruktóz jelentős része azonnal zsírrá alakul a májban, ami hosszú távon a máj elzsírosodásához járul hozzá. A harmadik veszélyforrás a májra a növényi olajok felől érkezik, melyek leginkább ugye gabona és babfélékből készült olajok, mint a napraforgóolaj, a repceolaj, a szójaolaj, a kukoricaolaj és mások. A növényi olajok jelentős feldolgozáson, finomításon mennek át, komoly oxidációs hatást fejtenek ki a sejtekre, a szövetekre, így ugye rengeteg gyulladásnak a forrásai. Ezeket a tövényeket a termesztésük során nagy mértékben permetezik, a gyomirtószerek és a növényvédőszerek további terhet jelentenek a máj számára. A következő a maltodextrin, ami rengeteg még egészségesnek mondott ételben is megtalálunk. A maltodextrinnel az a probléma, hogy a glükóznál is magasabb a glikémiás indexe, tehát a cukornál is nagyobb terhet rak a szervezetünkre, de főként a májra. Nem az egyes étrendkiegészítőkben megtalálható kevés maltodextrinről van elsősorban szó. Jelen van a fehérjeporokban, proteinszeletekben, italokban, levesekben, öntetekben, pudingokban, chipsekben. Nem igazán találunk olyan étel vagy italcsoportot, ahol ne fordulna elő. A nátriumglutamát egy ízfokozó, ami rengeteg bolti ételben szintén jelen van, a gyorsértelmi ételek többségében, a kínai ételek is tele vannak ugye vele. Azért teszik bele, mert a hatására, mivel ugye ízfokozó, többet fogunk enni az adott ételből. Víz visszatartó hatása van, és toxikus mérgező a máj számára. A gabonafélékben semmi nincs, ami a máj állapotát javítaná, ellenben igen magas ugye a szénhidrát tartalmuk, ami a testünkbe kerülve cukorrá alakul, tehát amikor gabonát eszünk, lényegében cukrot eszünk. Ugye ha teljes kiörlésű, ha nem, ha ősi tönköly gabonából van, ha nem. Ugye a gabona, a búza, a rizs, a kukorica, a zab, a köles, a rozs, az amaránt és a kinoa is. És végül a hetedik az alkohol, melynek a negatív hatása a májra ugye köztudat, de fokozódik, ha gyógyszerekre isszuk. Amikor alkoholt fogyasztunk, a májnak glutationt kell előállítania, hogy eltávolítsa a testünkből, ezért ha túl gyorsan isszuk az alkoholos italt, vagy túl sokat iszunk belőle, a testünknek nem lesz elegendő ideje, illetve erőforrása
ahhoz, hogy elegendő glutationt készítsen. Így a máj károsodik, fibrózis alakul ki, azaz az egyes májszövetek, ilyenkor hegszövetté alakulnák át. A májuknak a legjobb ételek kétségkívül a zöld színű zöldségek, a keresztes virágú zöldségek, mint a leveleskel, a rukkola, a sóska, a bokcsoly, a mángold, a kelbimbó, a brokkoli, a salátafélék, a káposztafélék. Napi egy nagy tál friss, vegyes saláta óriási támogatást ad a májnak már rövid távon is. A zöldségek közül a hagymafélék, a vöröshagyma, fokhagyma és a retekfélék adnak még komoly támogatást a májsejteknek. A két leghatékonyabb májsejt regeneráló gyógynövény a máriatövis és a kurkuma hatóanyaga a kurkumin. Fontos, hogy a máriatövis esetén, hogy az egész növényt fogyasszuk, ne csak a fő hatóanyag csoportját, a szilimarint. Tehát például máriatövis magörleményt. A máriatövis erősíti a májsejteket, védi a májsejteket, fibrózis ellenes hatása van, csökkenti a gyulladásokat a májban, mérsékli a májkárosodás mértékét, és mérsékli a máj legerősebb saját antioxidánsának, ugye a glutationnak a vesztését. A kolin oldja a májban a zsírt, étrendkiegészítővel is pótolhatjuk, de ott van nagyobb arányban a tojás sárgájában, a búzacsírában és a tengeri ételek többségében is. Az olajok és zsírok közül az extra szűz olívaolaj, a minőségi halolajok és a hidegen sajtolt kókuszolaj tesznek jót a májnak. A szénhidrátok kizárásával jelentős májregenerálódást érhetünk el. Egyes kutatásokban 15 napi teljes szénhidrát megvonásnak 50%-os májzsír eltűnés volt az eredménye, azaz 50%-os lényegében májregenerálódás, ami igen komoly eredménynek mondható. A bőjt nagy mértékben javítja a májfunkciókat, a nemevés időszakában a májnak nem kell az ételek feldolgozásával foglalkoznia, így lesz ideje saját regenerálódására fordítani az energiát. A rendszeres edzés, fizikai tevékenység, a futás, a kerékpározás, még ha nem is intenzív és erőteljes, pár hét alatt akár 20-30%-kal is hozzájárulhat a májzsír eltűnéséhez, tehát jelentős mértékben segíti a máj regenerálódását. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!